Szeretett üdvözöllek, folytatva az előző gondolatmenetet, hogy ugye az a jó jelölt, aki komolytalannak tűnik, az a jó jelölt, aki magát alkalmatlannak ítéli, mármint férfi, ez a jó jelölt. És ugye adódik a kérdés, hogy de miért? miért kell férfiaknak ennyire szétesnie? Miért kihagyhatatlan ez a mélyülés, így válságok által meglökve, lenyomva így a saját mélységeinkbe, olyan, mintha be kéne fordulni ennek a gályának, és tényleg így le a lélek tavának a legaljára, a káosszal, az ismeretlennel, az őserővel birkózva tud csak megszületni az igazi férfi. Ez a benyomásom, és hogy de miért van ez így? Azért, mert nekem ez a tapasztalatom, az én életutam, és azóta a férfiakat, akiket látok, tényleg sok-sok férfi egyéni történetébe egyező elem ez, hogy a férfinak végül hőssé kell lenni. Ahhoz, hogy ő jól lehessen, ahhoz hőssé kell legyen, és aztán később így lesz belőle király is, értve ez alatt az, hogy felelős szolgálja valamilyen közösségnek, ami a király meghatározása szerintem, de hogy ehhez hőssé kell lenni a férfinak, és másképp hőssé nem tudunk lenni, mint hogy találunk valami olyan utat, olyan hívást, olyan kalandot, olyan küldetést magunknak, ami így hív minket. Itt van, ez egy útelágazás például most itt az erdőben, ahol állok. Négy út, és akkor melyik az enyém? Melyik az enyém? És süt a nap, az egyiken távol ellátok, mindkét irányba, a másik az kicsit zegzugosabb, de hogy ez a felnőtt férfiaknak a nagy problémája, hogy itt állok 30-40 évesen, mindenem megvan már, de mitől lesz értelme ennek az egésznek? És értelme csak akkor tud lenni, hogyha találok valamilyen harcot, amire érdemes feltegyem az életem hátralévő részét. És ezzel találjuk magunkat szembe így 30-as, 40-es éveinkre, ugye az én generációm, de a fiatalabbak meg már tényleg így a 20-as éveikben ebben birkóznak, ami szerintem egyébként nagyszerű, hogy oké, de mi az értelme ennek az egésznek? Mi az, amire érdemes feltegyem magam, és nem csak magam, a szeretteim, az életem, ezt az egészet? És ez csak valami küldetés tud lenni, csak valami olyan dolog tud lenni. Küldetés alatt azt értem, hogy az egyedi mód, hogy én a teremtést gazdagítani tudom, és ezt minden férfinek meg kell találni ahhoz, hogy magával elégedett legyen. Én ezt látom, hogy semmiféle anyagi biztonság vagy anyagi bőség, semmilyen hatalom vagy befolyás tetszőleges közösségbe ezt nem tudja pótolni, hanem csak is ez a fajta, furcsa lesz most ez, de ez egy ilyen szent harc, ez egy ilyen szent küldetés tudat, hogy ezt én nem csak magamért csinálom, ez a világban valakiknek, másoknak jó, embereknek, vagy a világnak magának, vagy a természetnek akár, teljesen mindegy, de hogy kell, hogy küldetést találjunk. Én ezt látom, hogy a férfi hőssé kell váljon, és hőssé csak úgy tud válni, hogyha küldetést talál, és küldetést csak úgy tud vállalni, hogyha valamiféle kockázatos útnak, felfedező útnak ő kiteszi magát annak ellenére, hogy tudja, hogy egyébként veszélyek leselkednek rá. Tényleg ezt úgy lehetne elképzelni, hogy így a távolban látszik egy hegycsúcs, ahova nekem el kell jutnom, és közvetlenül előttem meg ez az erdő van, és farkasok üvöltenek, és akkor én merek-e ezen az úton elindulni, vagy ülök itt tovább a tisztáson? És ugye a férfiak nagy része ül a tisztáson, tolja haza a fizetését, amit szoktam úgy mondani, hogy pénzért kurválkodik, vagy szoktam úgy is mondani, hogy fűtő a Titanicon, vagy felül aztán főpincér, de hogy a férfiak nagy része pontosan tudja, hogy süllyed az élete, olyan értelemben, hogy nincsen neki így értelme. Nincs így értelme leélni a hátralévő 40-50 évet, hanem többlet értelmet kéne neki találni. A férfiak nagy része ezt tudja, és igazuk van. És a férfiak nagy része nem mer ezen változtatni, és itt nagyon fontos a nők felelőssége. Szoktam erről, régen egy időben erről sokat beszéltem, úgyhogy a nők kezébe a világ sorsa, mert nekünk férfiaknak szükségünk van a nők a hitére, a nők erejére, a nők nyugalmára, a nők bátorítására, a nők megérzéseire, hogy így a 30-as éveinkre így eljutunk erre a tisztásra, és innen tovább merjünk menni, kockázatot vállalva, de ezáltal értelmet adva az életünknek, hogy beleállunk egy küldetésbe, ami úgy érezzük, hogy a mi dolgunk. Végül tényleg a feladat az, hogy megtalálni, hogy mi az, amit egyedül én tudok a világhoz hozzátenni. És tényleg ez nem túlzás. Tehát mi az, amire egyedül én vagyok képes, és a férfi akkor jár el helyesen, ha minden dolgot elenged, amit más is csinálhat helyette. Amihez nem kell pont ő. Meggyőződésem, hogy minden férfinek megvan az a helye a világban, pont ő kell, ugyanúgy, ahogy minden nőnek is megvan az a társa, akinek férfi, akinek pont őre van szüksége. És akkor működik az életünk jól, hogyha a férfi megtalálja azt a helyet
és nem alkuszik meg, és nem állapodik meg, és nem ül le tisztásakor, hanem addig megy, amíg megtalálja azt, ami pont az ő dolga. Nekem egyébként ez az élménye magamról, hogy én pont az sem, ami pont az én dolgom, és ezt abszolút senki más nem tudná helyettem csinálni. És ugyanígy a nő is meg kell találja azt a férfit, akinek pont őre van szüksége, és pont egy olyan dolgozik, olyan dolgon, egy olyan ügyön, egy olyan küldetésen dolgozik, amihez a nő is szívesen adja magát. Mert végül így tényleg a viasz vagyunk, és nem a lánga, hogy szoktam ezt mondani, tehát, hogy elfogy az élet, és kell, hogy értelme legyen, és ahogy a korba előre haladunk, és egyre érettebbek vagyunk, talán bölcsülünk is lassan, ez egyre nyilvánvalóbb, hogy úgy szabad élni, vagy úgy helyes élni, hogyha ennek értelme van. Úgy helyes, de úgy is szabad. Ez, ahogy a korba az ember előrehalad, szerintem egyre nyilvánvalóbb az is, hogy következményei vannak annak, ha nem úgy él, ahogy annak a legtöbb értelme van. Következményei vannak a boldogságára nézve, az egészségére nézve, a kapcsolatai egészségére nézve, következményei vannak arra, hogy a gyermekeinek milyen mintát mutat. Tehát a gyermekei és az utódai jövőjére nézve is következményei vannak. Annak, hogyha ő magából nem hozza ki a legtöbbet és a legjobbat, amire ő képes. Tehát, hogy minden férfinek ez valahol titkon bent a hívása, amit a férfiak nagy része szerintem megfogalmaz és nem feltétlen tud magának, de talán beval, vagy talán ráismer akkor, amikor ezt más által megfogalmazva látja, úgyhogy ezért ez a videó. Minden férfinek van helye, konkrét helye, ahol pont rá van szükség, és nem szabad addig megalkudni, míg ezt meg nem találta, de ennek a helynek a felfedezése, ez tényleg ez egy kalandozás, ott veszélyek lesznek, és ez egyáltalán nem triviális egyébként 30-40 évesen, ahol már van egy viszonylagos biztonságom, mert építettem magamnak egy világot, egy valóságot. Ezek után belátni azt, hogy ez még nem az út vége, és merni már pedig tovább menni ebből a köztes állomásból, és nem alkudni addig, amíg meg nem találom azt, ami tényleg az én helyem. Ez tényleg rettentő nehéz, ugye nem véletlen ez a példázat is, hogy a tevének a tűfokán könnyebb átmennie, mint a gazdag, jómódú embernek eljutni a helyéhez, ugye most Isten országába, de hogy megtalálni a küldetését. És mert ez az Isten ország egyébként szerintem, amikor mindenki a küldetésén munkálkodik, és így együtt vesszük előre a teremtést. Úgyhogy ez a feladvány, ezt kell férfiként felfedezni, és igazából még az se igaz, hogy meg kell találni, hanem az igaz, hogy csak merni járni az úton, tehát csak fel kell állni a tisztásról, ha csak a seggemet felemelem a tisztásról, és merek egy félelmetes irányba egyetlen lépést tenni, abból következik a következő, és így végiggyalogolhatunk az életünk ösvényén, és megtaláljuk a helyünket, a küldetésünket, a társunkat, a csapatunkat, a közösségünket, és minden mást, amit vágyunk, csak fel kell emelni a seggünket. Én ezt látom. Úgyhogy hajrá, jó munkát mindenkinek.